ennél a Rákai Kálmán Filipnél valami nagyon nincs rendben. Kitesz egy teljesen értelmetlen posztot a Fekete Győről, majd törli, és egy olyan nívótlan magyarázkodásba kezd bolgár úr műsorában, aminek még annyi értelme sincs, mint a posztjának. Itt nagyon komoly gondok lehetnek a Filippel. De vajon micsoda? Mi baja lehet neki? Magánéleti gondok vagy szakmaiak? Hát nagyjából ezt próbálom kideríteni ebben a videóban, de szó lesz még a Városházáról, meg a Patriótáról is, szóval hát érdemes végignézni. Ha ti tudjátok, hogy mi a baja a Kálmánnak, vagy a Filipnek, ahogy tetszik, akkor írjatok kommentet, amúgy megiratkozzatok fel a csatornára, és hogyha mindig időben szeretnétek értesülni az új videókról, nyomjátok meg a csengőt is. még mielőtt rátérnék arra, hogy miért beszél és csinál ennyi hülyeséget mostanában ez a jó ember, nagyon röviden összefoglalom, hogy mi is történt. Fekete Győr András kiposztolt egy képet magáról és a kisgyerekéről, ahogy így maga elé kötve tartja. Kétségtelen, hogy legtöbbször anyukáknál látni ilyet, és nálunk is viszonylag új jelenségről van szó. Nem tudom, hogy hány éve jött ez divatba, de szerintem olyan 10-15 éve ez még nem nagyon volt, vagy nem tudom, volt, írjátok meg kommentben, hogy ez mióta divat. A lényeg, hogy a Momentum elnöke posztolta ezt a fotót, a Kálmán pedig visszaposztolt. Na jó, ilyen szó mondjuk nincsen. A Kálmán is kiposztolta ezt a fotót, és odaírta, hogy szép új világ, és tett még oda ilyen sírós nevető smiley is. És miután a saját követői is nagyon értették, hogy mi a Kálmán problémája, elkezdte megmagyarázni, méghozzá azzal, hogy a fekete győr korábban fenyegetett, most meg így cukiskodik Ez a problémája neki, csak nekem meg az a problémám, hogy így viszont nem értelmezhető az, hogy szép új világ. Tehát ezen a Kálmán szerint a szép új világ, hogy ö, politikusok cukiskodnak? Hát hol új világ ez? Melyik politikus nem cukiskodik? Kálmán, nem nézd már hülyenek mindenkit. Hát arról van szó, hogy neked, mint állítólagos konzervatív családapának, már az sem elég, ha egy férfi politikusnak gyereke van, pedig ha egy politikusnak gyereke van, az elég erős jel arra vonatkozóan, hogy hát, heteroszexuális, és arra is, hogy családcentrikus. De úgy néz ki, hogy Filip Kálmánt már ez sem elégíti ki. Szerinte az a szép új világidézője, hogy az apa néha otthon van a gyerekkel, és így maga elé köti. Ez Filipnek a problémája. De biztos, hogy tényleg ez a baja. Nem lehet, hogy valami más van itt a háttérben. azt hiszem, hogy komoly teljesítmény problémák állhatnak Filipünknél a háttérben. Nyilván nem arra gondolok, hogy a magánéletben teljesít rosszul a Kálmán, erről én nem sokat tudok, hogy a fideszes csávok hogy teljesítenek az ágyban. Talán a DJ eszit kéne erről megkérdezni, nem tudom, ő biztos képben van, legalábbis azt állítólag baromira tudja, hogy a fideszes nők a legjobbak ugye emlékszünk erre a kijelentésére még a Jeszenszki Zsoltnak, azt nem tudom, hogy a fideszes fiúkról mennyit tud, talán megkérdezheti rajongásának tárgyát, Májlót arról, hogy Amerikában hogy néz ki ez az arány a republikánus és a demokratas srácoknál. Lehet, hogy abból lehet következtetni a hazai helyzetre is, ugye? De hagyjuk Rákai Filip magánéletét, úgyis egyáltalán nem érdekez se engem, se titeket. nem is igazából erre gondoltam, amikor a teljesítmény problémákat vetettem föl. Hát az már sokkal érdekesebb, hogy hogyan teljesít Kálmán a munkájában, például a YouTube-on. Filip magánéleténél sokkal fontosabb, hogy milyen célokat tűz ki maga elé, és azokat hogyan teljesíti. Hiszen ez a férfiak dolga, ettől férfi a férfi. Filip szerint úgy tűnik a nő dolga, hogy maga elé kösse a gyereket, és otthon legyen vele. A férfi feladata, hogy amit megálmodik, azt vigye is véghez. Legyen cselekvő. Na és hát itt el is érkeztünk a teljesítmény problémákhoz, mert milyen célt is tűzött ki maga elé Kálmán, hát azt, hogy megcsinálja a jobboldali partizánt, a patriótát. Ez meg a jelek szerint eddig legalábbis annyira nem nagyon jött össze. Na is ilyenkor jön törvényszerűen a frusztráció, meg az ilyen értelmetlen posztok és reakciók, amiket ez a csávó itt produkált. A patriotának eddig kicsit több mint 23 ezer feliratkozót sikerült összeszednie, oké, okay, nekem eddig csak négyezret, de hát én nem is akartam soha legyőzni a Marcit. a kálmán meg igen. De még nekem is sikerült nagyjából 150 videót produkálni, valamivel több mint egy év alatt. Mostanában meg ilyen két-három naponta vannak videók a csatornán, Mi Kálmánunk május óta hat darab videót rakott össze. Hát így akarja legyőzni a partizánt, ezzel a teljesítménnyel. A Patrióta legutóbbi videója egyébként a Városháza ügyről szól, ami állítólag hatalmas botrány, csak azt nem érti senki, hogy mitől. Mert még ha el is adták volna a városházát, az se lenne ugye világvége. De egyébként nem adták el, akkor mi a botrány? Az, hogy karácsony el akart adni, hát sajnos még ez sem nagyon sikerült bizonyítani. De a rendőrség azért kivonul a fővárosi vagyonkezelőhöz bizony, elég látványosan. És hová nem vonul ki? A nemzeti vagyonkezelőhöz, a másikhoz. És mit nem adott még el a nemzeti vagyonkezelő, mit nem adtak el Orbánék magyarul? Hát ez nagyon jó kérdés, mert egy csomó ingatlant eladtak. És ezekről nem csak beszél valaki egy hangfelvételen, hanem ezeket tényleg eladták. De persze ebből nincs botrány, mert mindig abból van botrány, amiből szeretnénk, hogy botrány legyen, ugye? És hogy a botrányt a ner? Mi a recept? Baromi hangosan és sokszor kell beszélni valami hülyeségről és akkor a gyengébb képességű magyaroknak úgy fog tűnni, hogy itt valami nagyon nagy gazemberség van. Eljutott oda a magyar politika, hogy ma már nem az számít, hogy valóban mekkora a botrány, hanem az, hogy mekkorára tudják felfújni, akár mekkora hülyeségről van is szó. És sajnos ki kell mondani, hogy emögött ott van a magyar nép elhűlése is. Mert egy csomó ember egyszerűen nem gondolkodik, hogyha az m azt mondják, hogy botrány van, akkor botrány van, mert megírta a újság is még, meg a tévé is bemondta, akkor az úgy van. A Patrióta videójából se derül ki sokkal több, mint amivel eddig is hűítették a kevésbé értelmes híveket a propagandisták. És persze újra megtudhattuk, hogy most is, mint mindig, gyurcsány a hibás. Ezért kellett végignéznem ezt a videót, komolyan, hogy megtudjam, amiről minden nap amúgy is tájékoztat a köztévé. Hogy minden gyurcsány irányít, és minden mögött gyurcsány van. Ma reggel benéztem a kávéfőző mögé, hát ha a mögött is a gyúlcsány van, de csak ilyen, ilyen kávészemeket láttam kipotyogva. Nyilván azokat is a gyurcsány szólt a szét menekülés közben. Hát, arról nem nagyon van szó a videóban, hogy ezzel az ingatlannal szemben, amit ugye nem adtak el, van egy másik ingatlan, amit meg igen. Ez a Fidesz egykori Váci utcai székháza. Na, ezt eladták, és ebből lett a Fidesz hatalma. Ebből lett a ner. Akkor most szabad ingatlanokat eladni politikusoknak, vagy nem szabad a Fidesznek szabad, a fővárosnak nem szabad. Főleg, hogy senki nem adta el azt a rohadt városházát, és úgy néz ki, hogy karácsony nem is akarta eladni. Na, hát itt egyedül a Fidesz akar valamit, mit akar? Megtartani a hatalmát. És azt nagyon akarja. Lehet, hogy az a baj a Filipünknek, hogy hamarosan vége a jó világnak? lehet, hogy ezzel a fantasztikus agyával, amivel kiválóan meg tudja becsülni például az embertömeget az utcán, valahogy kezdi lassan felmérni, hogy megnőtt az esély a kormányváltásra. Lehet, hogy rájött arra, hogy ez a korábban soha nem tapasztalt, őrült osztogatás sem lesz elég ahhoz, hogy a vezére megtartsa a hatalmát. Mert hogy lesz itt egy-két esemény még a választásokig. Például infláció, például járvány, meg még egy Fudán elleni népszavazás is, ami nem csak a Fudánról fog szólni, hanem arról is, hogy az álláskeresési járadékot 9 hónaposra növeljék. Mostanában indul egyébként az aláírásgyűjtés, úgyhogy... Ja, hát valószínűleg én is, én is fogok gyűjteni, és ha valaki keszhelyen jár, akkor lehet, hogy velem is fog találkozni az utcán, de bárhol is vagytok, én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy írja alá. Én nagyon remélem, hogy álláskeresési járadékra itt senkinek nem lesz szüksége, de hát sose lehet tudni, és a a Fudáról is ugye mindannyiunknak megvan a véleménye, szóval, hogyha aktivistát láttok az utcán, meg aláírás gyűjtő pultot, akkor menjetek oda, segítsétek ezt az ügyet egy aláírással. De nem csak infláció várható, meg járvány, meg népszavazás, hanem van itt egy Márki Zaj Péter is, aki sokkal kellemesebb jelenség, mint a járvány vagy az infláció, de legalább akkor üthet az Orbán kormányon, mint ezek, és talán emiatt ilyen rohadt frusztrált a Kálmán mert fél, hogy esetleg le kell majd cserélni a 47 milliós luxus terepjáróját egy 30 milliósra. Hát igen, kemény az élet, Kálmán. Nagyon kemény.